Read. Here. No, I'm not a writer. Okay. Szávasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, egy kicsit jobban érzem magamat, lehet, hogy halljátok hangomon, lehet, hogy nem, de még mindig náthásos vagyok, meg a torkom még a fájlogat, de nem voltam lázas már tegnap délután, már nem voltam egyáltalán lázas, jobban érzem magamat. Amíg elmentem az orvoshoz is, azt mondták, hogy nincsen semmi, csak egy ilyen vírus, tehát nem kellett antibiotikumot adni nekem, semmit sem. Úgyhogy kezdek jobban lenni. Nem vagyok a legjobban, ahogy mondtam, de kezdek jobban lenni. Nemrég értünk haza az iskolából, megevédeltünk, meg is gonyoztam magamat, úgyis én nemrég végeztem ugye a munkával. Itt van a Davis, itt van a Lucas. Szervusz, mi a helyzet? Semmi. Iskola milyen volt? Jó volt. Jó, szokásos. Az iskola az mindig jó. Akármikor megkezdik az a Lucas, az mindig azt mondja, jó az iskola. Aztán, képzeld el, nézegettem itt a szekrényemet, itt. Nem is, ez nem szekrény, asztal, van meg egy fiók. És tudod mit találtam? Mutatom mit találtam. Találtam 3 darab képeslapot, ilyen golkosztossal, 2 darabot és egy ilyen koalással. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha kisorsolnánk. Közben itt van a Davis is, ugye amikor filmezek, mindig ide jön hozzám, fel kell venni. Tudom, hogy ez nem ilyen nagy ajándék, de mivel még van 3 darab belőle, gondoltam, hogy el szeretném valakinek, vagy valakiknek ajándékozni. Tehát gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy nyereményjátékot. A nyereményjátékban pedig azt szeretném, hogy mindenki részt tudjon venni. Mi az? Már se van a tévében, gyorsan kell menni nézni. Menjél, gyorsan! Oda, nagyon jó az a mese. Tehát, hogy a nyereményjátékban mindenki részt tudjon venni, és mindenkinek legyen esélye. Ugye sokszor kérdezek kérdéseket a csatornáról, vagy hogy hol lakunk, vagy hasonló dolgokat, és sokszor nem mindig mindenki tudja a helyes megfejtést. Tehát arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a mai nyereményjáték úgy működne, hogy kérdezek tőletek egy kérdést, és nincs rá helyes megfejtés, vagy nem helyes megfejtés. Azt kell, csak annyit kell csinálni, hogy fel kell, hogy legyél iratkozva ide, erre a csatornára, egy szeretést nyomni ide a videó alá, és kommentbe írjad meg a választ. Nem a helyes választ, mindegy milyen választ, csak írjad meg a választ. A kérdés pedig nem más, mint hova mennél el legszívesebben nyaralni a világ bármelyik pontjára, hogyha a pénz ugye nem számítana. Tehát ha valaki csak mondja neked, hogy itt van ennyi pénz, nyugodtan menjél el ahova szeretnél a álmaid nyaraló helyére a világ bármelyik pontjára. Tehát gondoltam, hogy ide a videó alá írjátok meg. Gondoltam, hogy ez érdekes lenne, legalábbis számomra érdekes lenne. Amúgy elmondom én is, hogy én hova szeretnék elmenni. Voltam is már 2-ször is, képzeld el, egyszer a családdal, egyszer az öcsémmel, biztos hogy tudjátok hova, nem máshol, mint Amerikában, Los Angelesben. Én rettentően szerettem ott lenni, mikor ott voltunk, és nekem én oda szeretnék megint elmenni, majd egyszer viszik a Davis-t is, ugye, mikor annyi idős lesz, elmegyünk megint megnézni azokat a helyek, na minden. Nekem én azt a helyet nagyon szeretem. Úgyhogy, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg. Ez lehet bár, lehet az északi sark, lehet a déli sark is, és na minden. Aztán, amit még akartam mondani, ugye többször volt nyereményjáték régebben is, mindig elküldtem a képeslapot, a kicsi kulcstartókat, amit ugye nyertetek, meg mindenféle fajta dolgot, és sokan visszaírtatok ugye, hogy megkaptátok, de volt olyan, hogy többen, úgy emlékszem, hogy nem írhatok vissza. Tehát én nagyon remélem, hogy azok az emberek is megkapták, akik nem írtak nekem vissza, csak elfelejtettek visszaírni, de arra kérlek meg titeket, hogyha van nyereményjáték és nem ér oda kb. Ilyen 3 vagy maximum 4 héten belül a nyeremény, akkor írjátok meg nekem, és újra elküldöm. Kivéve, hogyha valamilyen nagyobb nyeremény, mondjuk egy ilyen okos óra, ugye lesz majd okos óra sorsolás 50 000 feliratkozónál. Tehát, hogyha véletlen nem érne oda ez vagy a legközelebbi, vagy akármelyik a jövőben, írjátok meg nekem, és hogyha ilyen kisebb valami, akkor újra elküldöm, mert néha a postás lenyúlja, vagy elveszik a repülőn, vagy én nem tudom. Na minden, úgyhogy mi most nem más csinálunk, mint készülünk, és megyünk a Woolworthbe, az nem más, mint egy a közeli közérbe, ugyanis kell venni szalámit, nem is akármilyen magyar szalámit, én azt nagyon szeretem, ugyanis elfogyott, kell venni tejet, kenyeret, meg mit kell még venni, Lucas? Nem tudom, víz. Vizet, nem? Teát kell venni, na? Úgyhogy húzzuk a cipőnket, és elrakjuk ezt a képeslapot. Biztonságos helyre. Ide be a fiókomba. Oda. Húzzuk a cipőnket. Kifújjuk az orrunkat, és indulunk. Ide közeli közértben. Látod, itt álltunk meg a parkolóban, majdnem, hogy messze mindenkitől próbáltunk, de sokan vannak. Várjál, akartam mondani valamit. Még mindez valaki kérdezi, hogy mikor lesz a sorsolás? A sorsolás a keddi videóban lesz, tehát van időd addig válaszolni. És neked melyik az a hely neked? És az volt a kérdés, hogy ahova elmennél nyaralni. Pénz nem számít, a világon akárhova. A kamerán már ők beírják, vagy? Ne, neked, ők majd beírják. Surfer, vagy. Várjál, Lucas nem érti mi az, hogy nyaralás. Mondtam neki, hogy angolul. Holiday, where would you go? You have money like I caramba. Hova mennél nyaralni? A pénz nem számít. A világon bárhova. Amerikába, az északi sarkra, a déli sarkra. Az Amerikának kell fizetni. Én tudom, hogy kell fizetni, de hogyha valaki adna neked annyi pénzt, hogy Lucas, itt van ennyi pénz, nyugodtan a világon bárhova el tudsz menni, hova mennél? Mindenhol kell fizetni. Amerikába. Amerikába mennél, hova mennél Amerikába? Én nem tudom, LA? Los Angelesbe. Akkor a Lucas ugyanolyan menne, hova ér. Mi nagyon szerettünk ott lenni, mikor ott voltunk. Na, kimegyünk. Bemegyünk a boltba. Várjál, akartam hogy gyorsan valamit mondani. Meg akartam mindenkinek köszönni, aki írta nekem, hogy jobbulást. Nagyon szépen köszönöm, hogy is rettentően sokan írtátok. Nem gondoltam volna, hogy ennyire fogtok nekem írni jobbulást, és ami nagyon jól esett. Tényleg nagyon köszönöm mindenkinek. Várjál, Lucas elmet, hogy meg én is. Na, megyünk. Vásároltunk, megvan minden, legalábbis nagyon remélem. Elfelejtettünk valamit? Nem. Vettem lime-ot, ugyanis otthonra kell lime, a sörhöz, ugye a koronához kell lime, meg vettem egyet az öcsémhez is, ugyanis ma megyek ház az öcsémhez, és múltkor sem volt lime-ja, ezért nem tudtam inni ilyen rendes koronát lime-a. Ezt most benhagyom az autóba, még mielőtt elfelejtem. Csak el ne felejtsen felvinni hozzá. Aztán, mit akartam mondani? Mit néztünk meg? Milyen telefont? A Google Pixel phone. Ez az új telefon. Google, mi lesz? Ilyen Google telefon néztem, ezt az olyan most jött ki, és én nem tudom, én Android telefon ugye biztos, hogy jó, ami nekem furcsa volt, hogy volt nekem... Na mondjad. Mi lesz, hogyha beírunk Bing? Mi lesz, hogyha felnéző Bing? Mert a Google csinálta ezt, tehát a Google és Bing, hát... Nem tudom. De ugyanolyan Android megy benne, tehát szerintem olyan... Tudom, hogy a Google most csinál sok technológiát, csináltak a Google Glass, Google Pixel phone, mit csinálnak next? Google Auto? Van már Google Auto, miről beszélsz? Van! Na minden, amit akartam mondani... Google nincs... Watch! Ja, olyan még nincs szerintem. Nem. Amit akartam mondani, nincsen rajta a gomb az elején, mint az iPhone-on, most már az iPhone-on is sincsen, hogy a tárcsos gomb van, de nincsen rajta, nem volt, még gomb kinézet se volt rajta. Ja, az oldal halkat, lehalkító, ilyen dolgok, de olyan rendes, hogy megnyomod, nem volt rajta gomb, ilyen touch, valami van alul, sensitive, nem minden. Nekem furcsa volt, ami biztos, hogy jó telefon által, nagyon gyorsan feltölt, hát mennyi perc alatt tölt fel? 15. 15 perc alatt feltölt, és meddig bírja 15 perc alatt töltéssel? Olyan 70%. Ja, 7 órát ír, azt hiszem. Én úgy néztem. Ja, úgy ér, úgyhogy... Én is úgy van. Én maradok az iPhone-nál. Te minél maradsz? Nem fogom, nekem is nincs. Nekem van egy iPad-re, most kell egy Google Pixel phone. Nincs egy App Store ezen. De van, az Androidnak. A Google Store? Ja, a Google Store van rajta. Ami a Lucasnek nincs még telefonja, még mielőtt valaki megint kérdezi. A Lucasnek még nincsen. Egy iPadje az van neki. Majd lesz telefonod, de az osztálytársait közül van valakinek telefonja? Gondolom. Mi az, hogy gondolod? Hát nem beszéltek ilyenről az iskolában, hogy kinek van telefonja? Ja, valakinek van. Valakinek van, de nem mindenkinek. Várjon egy biciklis, elengedjük. És majd te is kapsz egyet, csak még nem most. Jó. Na, hazaértünk. Közben le kell rakni a kamerát, mert jött mögöttünk egy rendőr, képzeld el. Nem látom, hogy jön mögöttünk. Bár nem szólt semmit se, nem hiszem, hogy szólt volna. Kamera volt a kezemben, nem telefon. Úgyhogy most hazamegyünk, felviszük a cuccot, aztán megyünk a... mamához. A papához, aztán az öcsémhez. Az... mit? A szán csak megy a fejembe. Tehát ja, a fejembe, a nap belesüt. Na, nézd, hagyjunk be, hogy süt a most fejembe. Az enyémbe is. Na, belesüt a fejünkbe a nap, menjünk. Nap! Davis a vasutas, oda nézd, látod, milyen táblája van? Ilyen vasutas táblája. Mi, Davis? Mi a helyzet? Ott van egy gomb és világít a piros, a zöld már nem világít. És ez a Lucasé volt, a zöld kiégett. Én nem tudom, mi történt vele. Úgyhogy most még játszunk egy picikét itthon, aztán lassan indulunk. Igen? Mi a helyzet? Mit mondasz? Úgy szépen világít a piros, de nyomva kell tartani, hogyha nem tartod, akkor így elalszik. Ja, ott a gomb, lát, az, ott nyomjad. Aha. Aztán mit akartam mondani? Képzeld el, tegnap elmentünk az öcsémmel, csütörtökén el szoktunk menni, körbenézni ilyen bevásárló, vagy járunk egyet, meg minden. És képzeld el, jöttünk ki az egyik polgon, itt sétálunk, és valaki látom, hogy jön utánunk, és kiabál, hogy várjál. Mondom, el nem tudtam képzelni, hogy ki jön utánunk, meg mit akar, ugye mit tőlünk. És képzeld el, valaki megismerte, én úgy meglepődtem, komolyan mondom. Ugye ő is egy magyar származású ember, aki itt lakik a Golkozton, és felismert ugye egy a videóban. Úgyhogy én nagyon meglepődtem. Beszéltünk egy pár percet, és utána mentünk tovább, na minden. Én nagyon meglepődtem. Úgyhogy most játszunk, és indulunk. Nem másra ide, de az öcsémhez, csak közben nézem, hogy nincs-e zsebkendő az orromon. És mikor kifilm az orromat, hogy így rám ragad, nem is az orromra, hogy ide a szakállamra átlál, és mindig az öcsém mondja nekem, itt van, hogy nézze ki megint! Na mindjárt, úgyhogy nincs rajtam semmi, legalábbis nem látom. Amúgy hoztam valamit az öcsémnek. Tudom, mit hoztam neked? Ne, várjál, előbb az a szemben. Tessék! Hoztam neki, mégis nem is neki hoztam, hanem magamnak hoztam, mert ő nem szereti a koronát, csak én iszom a koronát. Úgyhogy most felvágjuk, mossad meg! Erről meg kell mosni, mert sokan megtapogatták a boltba, és ha nem mossuk meg, akkor belegy az a sok bacillus, meg minden a sörbe, és meg megiszom. Aztán megint beteg leszek, még jobban beteg leszek. Úgyhogy láttam, hogy buli lesz, mi? Miért? Miért? Hát oda nézni, hogy itt van gumicukor, van ilyen, mi ez? Keks, nem, süti, nem is süti. Ilyen ropogtatni maguk. Jönnek még vendégek? Rajtunk kívül? Úgyhogy, még az öcsém elkészíti a sörömet, addig még ki... Mit? Ne segítsél meg, fussák ki ezt. Jó, na minden. Úgyhogy kell segíteni neki, de még mielőtt segítek neki, elmutassuk a... Látod? Azt mondta az öcsém, az előbb szép volt az ég, mert ment le a nap, és ott ment le valahol. Ott lehet látni a napot, amit most már nem lehet látni. Azt mondta, hogy szép volt, meg meleg volt. Úgyhogy segítek az öcsémnek, valamit kell segíteni. Mit? Nincs sör. De hogy is nincsen sör, itt a sör, látod? Ez az én koronám, ez meg az öcsém backsje. Mi az az utolsó? Nincs több. De ott még volt benne korona ott a hűtőben. Nem, de korona volt benne a hűtőben. Hát azt nem szeretem. Azt tudom, hogy te nem szereted. Na mi van, megmostuk a citromot vagy a lájmot? Akkor vágjuk. Te vágod, hogy én vágjam. Van kulcstartom. Az a varra ilyen izé. Lehet nyitani vele. Látod, még mindig megvan. Coca-Colás! Csak mi sört szokunk vele bontani, és a Coca-Cola csavaros. Mit? Semmi. Na, ugye felvágjuk a lájmot, Aztán valószínűleg kiülünk meg, megesszük ezt a gumicukrot. Ugye ez egy újfajta gumicukor, ugye? Ez az újfajta gumicukor. És azt mondta, hogy sokkal jobb. Nem tudom, hogy milyen. Majd megkóstolom, aztán majd eldöntjük. Azt mondta, hogy ez ízesebb, ha mutatom. Nem, hogy ízesebb, puhább. Puhább! Nem ízesebb, puhább! Ugyanilyen az íze, mint a másodnak, ez nem olyan kemény, hanem az ilyen puha. Nem tudom, lehet, hogy a meleg miatt, mert megolvadt. Nem? Nem, lehet, hogy egyébként beszélek. Na minden. Úgyhogy várjuk a citromot, de hogy a citromot, a lájmot, iszunk, aztán megyünk utána haza. Te már nem vagy beteg. Dehogy nem vagyok beteg, te. Ma hazamegyek, beveszkek panalat, jobban fogok tudni majd aludni. Bár nem fáj még a torkom, meg az orrom, meg minden, de most kezd melegednem. Lehet, hogy azért, mert rajtam van ez a hosszú, és le kéne venni. Amúgy meleg van, csak én rajtam van hosszú. Na, úgyhogy leteszek a kamerát addig. Hozzáérkeztem, hogy látjátok itt a Davis a kezembe. Jaj, közben lementem tovább, de nehéz ez a Davis. Te? Hm? Amúgy most megy fürdeni, utána pedig ugye elmegy aludni, úgyhogy nem szabad hangoskodni. Úgyhogy ezt a videót itt most lassan mi befejezzük. Jó! Hi! Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor nézzétek, vagy szoktam mondani. Sziasztok! Bye! Bye.